Ez igazából az oktatói hálózatnak, amely egy autonóm szerveződés, annak a bölcsész tagozatát alapította meg az audmax ban több tanár, pontos számot nem tudok, de körülbelül 40-en tagjai eddig ennek a tagozatnak. Ennek a tagozatnak a lényege az, hogy a, a speciálisan a bölcsész érdekeket próbálja meg érvényesíteni, abban a meglehetősen különös diskurzus van, ami most a felsőoktatásról folyik. A megalapításnak az egyik része túl azon, hogy mi is hangsúlyosan beleszeretnénk szólni ebbe a felsőoktatási vitába. vitába, az is, hogy vannak olyan speciális érdekek, amelyek kifejezetten a bölcsészethez kapcsolódnak. Ez az egyik. Személyesen én azt hiszem, hogy ami túl a most ismert helyzeten bennünket elvitt idáig, az az, hogy egy olyan degradáló narratíva indult meg a közbeszédben, a médiákban, a bölcsész diplomáról, egyáltalán a bölcsész képzésről, nevezetesen az, hogy a bölcsész képzés az nem más, mint egyfajta munkanélküli képzés, és hogy igazából ez a diplomás teljesen értéktelen, innen ugye már csak egy lépés lenne az, hogy maga a képzés is teljesen fölösleges, akár be is lehetne szüntetni. És ez bizonyos értelemben azt mondhatnám, hogy a nemzeti kultúrának a végét jelentené. Humán kultúra nélkül nemzeti kultúra nincsen, tehát csak esztergályosok, csak programozó matematikusok, csak mérnökök nem fognak alkotni egy kultúrát. Tehát ennek a nagyon hangsúlyos képviseletére, alakult ez a tagozat, és azt hiszem, hogy meg is tudjuk fogalmazni azokat a speciális kérdéseket, igényeket, amely a bölcsészképzéssel összefüggésben állnak. Professzor jól értem, vagy lehet ilyet mondani, hogy ez egyfajta önvédelmi egyesület, vagy önvédelmi csoportosulás? Hát én nem szeretem mostanában a harci kifejezéseket, mert elég sok van belőlük. Igazából egy érdekérvényesítő csoportosulás, amelyet az a fajta kapkodás hozott létre, amely a felsőoktatásnak az átalakításával összefüggésben mostanában tapasztalható. Én azt hiszem, hogy itt nagyon-nagyon sokféle hang nagyon-nagyon sokféle véleményt fogalmaznak meg. Tegnap például az Audmax-ban elég hosszan, délelőtt 10 től egészen este 5-ig, 6-ig voltunk együtt, előadásokat tartottunk, tehát ez egy szakmai nap volt elsősorban, amelynek során például az egyik részvevő azt mondta, hogy olyannyira nincsenek tisztában az emberek a bölcsészképzésnek a lényegével, hogy például az egyik ismerős azt sem tudta, hogy a bölcsészképzésen belül van a tanárképzés. Tehát azt hitte, hogy ez valami teljesen Más, és a bölcsészek azok csak ilyen a, a szürke ködben merengő embereket képeznek, és egyébként semmit nem csinálnak. Úgy érthetjük ezt, hogy a bölcsész képzésről az egyetemi fórumokon van úgymond egyfajta, hát hogy fogalmazzak, lebecsülő hangvétel. Az egyetemi fórumokon is lehetséges ezt tapasztalni, de ami engem igazából bosszant, az, hogy a médiában, a, a közbeszédben, a tévében, rádióban, újságírásban most már teljesen nyíltan, mondják ki azt a közéletnek a különféle szereplői, hogy a bölcsészet, mint olyan, az tulajdonképpen egy ilyen, egy ilyen léhűtő képző, ugye szokták ilyen büfészakként is emlegetni. Na most én nem hiszem, hogy egy esztéta, egy angoltanár, egy régi magyar irodalommal foglalkozó, egy filológus, az feltétlenül egy felesleges ember lenne ebben a, illetve bármelyik társadalomban. Úgyhogy ennek azt hiszem, hogy a, a rangját, a tekintélyét valamilyen szinten vissza kell állítani. Megalapították ezt a tagozatot, hogyan tovább. Mindenképpen szeretnénk ezeket a kérdéseket erőteljesen artikulálni. Fölvettük a kapcsolatot, és ott is voltak a diákságnak a képviselői. Én azt hiszem, hogy amire igazából szükség lenne, ez feltétlenül már nem az idén fog megtörténni, hanem a következő éveknek a kérdése. Nagyon erőteljesen elgondolkodni azon, hogy hogyan lehet egy valódi minőségi felsőoktatást kialakítani, amelyben nem az jelenti a minőséget, hogy valaki egy természettudományi területtel foglalkozik az értékes, valaki egy nem természettudományos területen működik, és az értéktelen, hanem igenis van minőség egyik és van minőség másik területen is. Most ehhez a konkrét lépéseket természetesen meg kell beszélni, ez egy hosszú párbeszédnek a. Rész.